Harmadikosak és a negyedik esek fogják tisztítani. A következőképpen a főutca páros oldalán mennek a harmadikosak, a páratlan oldalon a negyedik esek megyünk, szülők segítségével. A feladatunk mindenkinél van gumikesztyű, van szemetes zsákunk, ugye Miki néninél, nem mond, hogy nincs, mert ott van. A feladatunk az lesz, ezen az oldalon megyünk az úttestre, senki nem lép. Jó? Azért igyekszünk tartani a rendet, mert közlekednek rajtunk kívül falubeli lakosság, felnőttek, akinek köszönünk, mert azt mutatjuk, hogy mi egy jól nevelt negyedikesek vagyunk, ugye ebben a katolikus iskolában így viselkedünk. Egész utcáig majd itt az előkertekben, a házaillők lévő előkertekben szemetet szedünk, papír zsebkendő, papír hulladék, fémdoboz, műanyag, amit találunk. A csikket azt nem. A cigaretta csikket azt nem vesszük fel, azt ott hagyjuk, viszont minden mást fölveszel, és hozod a zsákba, abba beletesszük, rendben? Senkire ne kelljen szólni, vigyázzon mindenki magára, testi épségére. A gumikesztyűs kezeddel nyúlsz a szeméshez. Indulhatunk? Yeah.
Miért van ilyen sok gyerek most itt a piac téren? Azért vagyunk itt ilyen sokan, mert hogy március 25-ét, gyümölcsoltó nagyboldogasszony napját, érsekatyánk dr. Ternyák Csaba egri érsek úr teremtésvédelmi nappá nyilvánította, és ebből az apropóból iskolánk minden tanulójával programokat szerveztünk, nem csak 25-ére, hanem a hét több napjára, és annak egy keretében most itt a piac téren gyűjtöttük össze a falu lakosságát bevonva, a polgárőrséget, szülőket, nagymamákat, hogy itt egy szemetes teret megtisztítsuk, hogy azt a teremtett világot, amit megkaptunk megőrzésre, azt igyekezzünk a gyerekekkel így is továbbadni utódainknak. A héten voltak még programjaink egyébként, hittanórákon, biológia, földrajzórákon, környezetismeret órákon, a pedagógusok a gyerekeknek a teremtésvédelemmel kapcsolatosan tartottak órákat, sokat játszottak, tevékenykedtek, szülők voltak, nagyszülők nálunk, akik az iskola udvarán felásták, virágot ültettek, összefogott a falu, azt gondolom, apraja, nagyja, hoztak nagyon sok tanulónk és felajánló kedvű szülőnk virágot hozott, amit elültethettünk, és szépé varázsolhattuk az iskola udvarát. Köszönöm. Van szemét most mindenhol látszadni. Szerinted hol volt eddig a legtöbb szemét? Az apci hivatalnál volt eddig. És szerinted, Kika, mit lehetne ez ellen tenni? Hát nem kéne szemetelni. Az a legfőbb baj, hogy szétdobják a szemetet. És valami más, hogy több kuka legyen, köztéri kuka, vagy valami? Hát mondjuk több kuka, igen, az is jó lenne. Hát az embereknek szerintem jobban oda kéne arra figyelni, hogy kevesebbet szemeteljenek, és szerintem több köztéri kukát kellene kihelyezni a faluba. És szerinted melyik hely volt a legtöbb szeméttel? Hát szerintem itt az, itt a piac téren, mert ugye itt a legforgalmasabb most itt a mai napon is, mert ma volt piac éppen, és ezért is itt volt a legtöbb szemét a faluban. Mit gondoltok, ki a világ? Isteni, mert ő teremtette. Kitől kaptátok mindezt? Istentől, a mennyei atyától, aki szeretetből adta nekünk. Ő gondoskodik rólunk. Miért teremtette mindezt? Szeretetből. Ki vigyáz erre a sok ajándékra, amit kaptunk? Mi. És hogyan vigyáztok rá? Kivágjuk a fát, újra ültetjük, nem szennyezzük a környezetet. Meg nem szemetelünk, nem dobjuk el a hulladékot. Inkább a zsebünkbe rakjuk. Ki teremtette ezt a világot, az egész világot, az egész világot? Ki teremtette ezt a világot, Atyánk Istenünk? Ki teremtette a két tenger, a hullámzó tenger, a hullámzó tenger? Ki teremtette a két tenger? Milyen programokon vettetek részt a mai nap? Reggel virágokat ültetünk az iskola területén a szülőkkel közösen. Az órákon beszélgettünk a virág teremtéséről és arról, hogy felelősek vagyunk azért, hogy a világ értékét megőrizzük. Most pedig a szemétszedés keretében megtisztítottuk falunkat azért, hogy rendezettebb, egészségesebb legyen. Ebbe az akcióba igyekeztük bevonni a szülők segítségét is. Most először vettetek részt ilyen programokon? Nem, iskolánk minden évben rendez szemétszedési akciókat is. Ilyen például
a tavaszi és az őszi hulladékgyűjtés, és az iskolában a nap folyamán keletkezett hulladékot is szelektíven gyűjtjük. És a természetjáró túráink is ezt a célt szolgálják. Hát több kukát kellene kihelyezni több helyre, és hát az embereknek oda kellene figyelni arra, hogy a saját szemetüket ne dobják el az úton, például a papírzsebkendő, cigarettacsikket, hanem haza kell vinni a szemetünket, hiszen otthon mindenkinek van kukája, szelektív hulladékot is szelektíven kellene gyűjteni. És szerinted, ahol eddig voltatok a gyerekekkel, hol volt a legtöbb szemét? Hát itt a piacon, mert ugye most a mai nap piac nap van, és ilyenkor sajnos az itt áruló árusok sem szedik össze maguk után a szemetet, pedig hát az lenne a helyes, hogyha ők összegyűjtenék. Valamilyen pálya is. Balázs találta. Az egyik dobozban volt is valami pálya. Gyere! Osztályonként felálltok, a 8. osztály kezdi, és mennek ebédelni, mire a nagyobb megebédelnek, a kicsit is felérnek. Jó étvágyat, szép hétvégét, vasárnap templomban találkozunk!